Ha azt mondom, hogy a 38. Zsoltár címe azt lehetne, hogy maradj talpon, akkor talán sokaknak egy népszerű televíziós játék jut az eszébe, ami valóban arról szólt, hogy hogyan adhatunk jó válaszokat, és így maradhatunk talpon. De vajon talpon maradhat az is, aki rossz választ A 38. Zsoltár szerint igen. Maradj talpon akkor is, ha valamire rossz választattál. Ha hibáztál, ha rossz döntést hoztál, van élet a hibák után is, tehát maradj talpon. Hallgassuk meg a 38. Zsoltárt. Uram, ne fenyíts meg haragodban, felindulásodban ne ostoroz meg, mert nyilait belém hatoltak, és rám nehezedett a kezed. Nincs épp hely a testemen haragod miatt, nincs békesség a csontjaimban védkeim miatt, mert bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. Megbüdösödtek és elmérgesedtek sebeim oktalanságom miatt. Ellenkattam, meggörnyedtem nagyon. Minden nap úgy járok, mint aki gyászol, mert telekam megtelt fájdalommal, és nincs épp hely testemen. Erőtlen és nagyon összetört vagyok, és szívem keserűsége miatt jajgatok, Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, és szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak az engem ért csapás miatt, rokonaim pedig messze távolodnak. Tört akik életemre törnek, és akik bajomat keresik, arról beszélnek, hogyan tegyenek tönkre, és családságot koholnak minden nap de én, mint a süket, meg sem hallom. Olyan vagyok, mint egy néma, aki nem nyitja föl száját. Olyanná lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellenvetés. Mert benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik, Uram Istenem. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódom védkeim miatt. De ellenségeim élnek és erősödnek, megsokasodtak hazug gyűlölőim. Akik a jóért rosszal fizetnek és ellenem törnek, amikor én jóra törekszem. Ne hagyjál engem, Uram, Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, szabadítom. Az életben jönnek a kérdések, pontosabban a döntéshelyzetek, és az ember jól vagy rosszul válaszol, jól vagy rosszul dönt aztán, mint a játékban, várja, hogy megnyíljon alatta a föld, mert rossz választ adott. A Zsoltáros is ilyen reszketve megy az Isten elé. Uram, te vagy az ítélet és az igazság Istene. Van a Bibliának, Ó és Új Szövetségnek egyaránt egy nagyon érdekes kifejezése a haragról. A harag idejéről. Akkor, amikor az Isten ítéletet ad, és az emberrel megeteti, amit az ember főzött, az emberre visszahárítja, amit az ember döntött és összehozott magának az életében. Uram, ne fenyíts engem, haragodban, felindulásodban ne ostorozz! nyilait belém hatoltak. Harag, ostor nyíl. A megrendítő ez a kép, ahogyan ez az ember a saját rossz döntése, rossz válasza miatt szenved úgy érzi, hogy Isten mindent visszahárít rá, de kegyelemért könyörög. Nem tudom, igazán gondolkodtunk-e már azon, hogy jó-e az, hogy ha rosszat teszünk, annak következménye van a lelkünkben. Jó-e az, hogy ha rosszat teszünk, akkor mondjam, hogy jó esetben, vagy ez nem olyan jó eset, a lelki ismeretünk nem hagy minket békén. Tegyük fel máshogy a kérdést, ha egy ember rosszat tesz velünk, és semmilyen erkölcsi problémája nincsen ezzel. Jó az? Nem pusztán arról van szó, hogy az igazság érzetünk ilyenkor hangosan sípol, hanem arról van szó, hogy annak az embernek vajon a lelki ismerete hogyan működik? Vajon miféle belső iránytűje van, vagy iránytű nélküliségben szenved? márpedig ha nincsen jó és rossz között a választáshoz neki segítség, akkor a boldogságra, a békére nincsen esély az ember számára. Tehát az önmagában, hogy az ember szinte úgy érzi egy-egy rossz döntése után, mint hogyha nyilak akadnának belé, vagy mint hogyha ostor csattogásként hallaná a fülében azt, hogy mit csináltál, hogy gondolod, mi volt ez, Pontosan ezt mondja az ötödik versben a Zsoltáros, hogy bűneim elborították fejemet, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám. Tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy az Isten tesz velem rosszat, hanem hogy ah, nélküle így a rosszban rettenetesen szenvedek, de az ő tudtával történik mindez. Hogyan maradhat talpon az ember ilyen esetben? Mi a remény? Mi a lehetőség? Egy rossz válasz után mit mondhat az ember, hogy ne nyíljon meg alatta a föld. Ez a Zsoltár egy nagyon elgondolkodtató Zsoltár. A hét bűnbánati Zsoltár közé soroljuk, amelyek a hatodik, a 32. ez a jelen 38. Zsoltár, vagy a híresebb ezek közül az 51. Zsoltár, de a 102 a 130-es és a 143-as Zsoltár is ide tartozik. A 38-as Zsoltár azonban jelen Zsoltárunk egy sajátos gondolatmenettel folytatódik. Leírja azt, hogy mit él meg az ember egész lelkében, egész komplex személyiségében, mit él meg az az ember, aki rossz választ adott és nehezen tud talpon maradni. Nagyon érdekes a következő szakasz a 6. verstől a 9. versig, ahol Arról beszél, hogy a lelki rossz döntéseinknek fizikai következményei, szinte fogható, működési, biológiai következményei vannak. Megbüdösödtek és elmérgesedtek sebeim oktalanságom miatt. Ellankadtam és meggörnyedtem, így járok minden nap, mint aki gyászol. Derekam megtelt fájdalommal, és nincs épp hely testemen. Érdekes, amikor elolvassuk ezeket a verseket, arra gondolhatunk, amit manapság olyan gyakran hallunk, hogy a pszichoszomatikus a lélek hatása a testre, szóval ez a fajta törvényszerűség mennyire erős, és valóban az ember lelki béke híján fizikai tüneteket produkál. Meg kell tehát találni sürgősen a gyógyulás helyét, mert egyébként, ahogy a hatodik vers beszél, azt mondja, a sebek, sérülések, ezek láthatóak, már-már, szagolhatóak is, aztán azt mondja, meggörnyedtem, a tartásom, a gyengeség, az izomzat meggyengül, derekam megtelik fájdalommal, a fájdalom érzet, ami minden mozdulatot, minden döntést, minden gondolatot kísér az ember lelkében. Különleges ez a Zsoltár, hiszen három ezer évvel ezelőtt az emberi lélek, az ember személyiségének összetett fizikai, lelki, szellemi, szociális működését mutatja be, elromlott formájában, ahogyan az ember kapaszkodik, mert rossz döntést hozott. Folytatódik is a felsorolás a tizedik versben, amikor azt mondja, hogy szívem dobog erősen, erőm elhagyott, mert hogyan érinti a bűn a szociális kapcsolatainkat, az emberi kapcsolatainkat. Szeretteim és barátaim félreállnak az engemért csapás miatt. A rokonaim pedig eltávolodnak tőlem messze. Mások pedig, akik törtvetettek, életemre törnek és bajomat keresik, arról beszélnek, hogyan tegyenek tönkre, és családságot koholnak minden nap. Mint azt élni meg a Zsoltáros, hogy rossz döntéseim következtében barát és ellenség összefog. Kiderül, hogy szeretteim, barátaim és rokonaim is, hát így már nem biztos, hogy kellek nekik, és ez mérhetetlen nyomorúságot okoz az embernek olyan emberek fordulnak el tőlünk, ha hibázunk, akik, akiket legjobb barátainknak gondoltunk, de nem véletlen mondja a példabeszédek könyve 17. fejezetében, a 17-es vers, hogy minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejében. Tehát a hibáink nyomán lehet, hogy egy kicsit a barátság, az összetartozás gondolatát is újra tapasztaljuk. Mit jelent az, hogy minél hibásabb vagyok, minél inkább valaki közelemben élve észreveszi a jellemgyengeségeimet, a rossz döntéseimet, annál inkább azt mondja, hogy szeretlek, kitartok melletted, nem ijedek meg tőled, nem ítélkezem feletted. Erre csak olyan ember képes, igaz barát csak az lehet, aki maga is ugyanezt a harcot harcolja, aki őszinte magával az nem ijed meg attól, amikor a másikban őszintén meglátja a rosszat. Majd folytatódik, és nagyon érdekes a folytatás a 14. verstől, mert azt mondja, hogy én, mint a süket, meg se hallom, és mint a néma, ki sem nyitom a számat, pedig rosszat mondanak rólam, de én olyan lettem, mint aki nem hall, és szájában nincsen ellenvetés. Itt mozdul meg valami a megoldás irányában. Nem kezd magyarázkodni, szájában nincs ellenvetés. Nem hoz fel mentségeket. Egyenesen így folytatja, hogy mert benned reménykedem, Uram, te fel felelsz majd meg nekik, Uram Istenem. Ha egy ember talpon akar maradni, akár a legkomolyabb vagy legsúlyosabb rossz döntése után is egyet tehet, Istenhez megy kegyelemért. Istenhez menni kegyelemért azt jelenti, hogy nincs mentség, amit magam mentségére felhozhatnék, amivel magyarázhatnám azt, amit tettem. Amíg van magyarázat, addig felesleges a kegyelem. Amíg van mentség, addig a bűn nem bűn. De ez az ember, Dávid, aki által Isten nem kis szabadításokat hozott és csodákat hajtott végre, Isten nélküli pillanataiban nem kis hibákat halmozott fel, és emberi életutakat döntött össze, pusztított el hogy ezek aztán a nyakába szakadtak, és mint az ostor csattogás ott volt a fülében, hogy mi csináltál, mi csináltál. Ebben biztosak lehetünk. Mint ahogy a magunk életében is már tapasztalhattuk ezt. De Dávid azt mondja, hogy nem követem le azt a hibát, hogy magyarázkodjak. Miután a fizikai létezésemre kiad a bűn, miután a szociális, emberi kapcsolataimat tönkretette a bűn, most nem követem el a legnagyobb hibát, hogy az én szellemi létezésemmel, az értelme működésével a bűn igazolásába fogjak. Az agyam egyetlen egy dologra képes most menni és kérni az Istent. Benned reménykedem, te felelj meg nekik. Mit felel Isten a vádolóknak, amikor egy bűnös segítségül hívja? Mit felel, hogyan áll ki amellett az ember mellett, aki hibát követett el, mindegy, hogy mekkora hibát, hibát követett el, de talpon akar maradni. Nem fogja kimenteni, nem fogja azt mondani, hogy a rossz jó volt. Azt fogja mondani, hogy de belátta, nem elbújdosott, nem megmagyarázta, nem mentegetőzik, nem másokra mutogat, belátta és hozzám jött és ezen a ponton én életbe léptetem a bétervet, Az én fiam meghalt érte a kereszten, bűnösként halt meg, hogy a bűnös igazként állhasson itt. És aki hisz én bennem, és szembefordul a hibájával, az átment a halálból az életre. Gondoljunk Jézus Krisztus tékozló fiú példázatára. Ahogyan az atya kiáll mellette, megvédi őt ahogyan felöltözteti, ahogyan körülölelő szeretettel veszi körül a hazatérő fiút. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt, mondja a Zsoltáros. Ekközben ellenségeim élnek és erősödnek, és megsokosodtak hazuk gyűlölőim, akik a jóért rosszal fizetnek, és ellenem törnek, amikor én jóra törekszem. Érdekes a folytatás. Vagy próbálok változni, de nem hisznek nekem az emberek. De ez nem akadályoz meg engem abban, hogy benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik. Ne hagyj el, Uram, fejeződik be a Zsoltár, Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, szabadítom. Maradj talpon. Bármilyen rossz választ adtál is egy életkérdésre, bármilyen rossz döntést is hoztál önmagad vagy mások ellen, ha a száj nem magyarázza meg a bűnt, nem mosdatja a szerecsenyt. Ha a száj, ha a gondolkodás, az emberi agy, értelem, szellem nem mutogat másokra, hanem azt mondja, benned reménykedem, Uram, te megfelelsz nekik. Bevallom bűnömet, bánkodom védkeim miatt. Ne hagyj el engem, Istenem, ne távolodj el tőlem. Isten megőriz, Isten talpra állít, Isten megóv, Isten kiment. Mindezt igazságosan, szeretettel, kegyelemmel, jósággal. Van remény, hogy talpon maradjunk. Van remény, hogy a rossz döntés után ne nyíljon meg a föld. Van remény, mert az Isten meg akarja menteni a bűnösöket, és ha megszokasodik a bűn, a kegyelem annál inkább bővölködik. Gyógyítson minket Isten lelkileg, fizikailag, emberi kapcsolatainkban, az ő szeretetével és mindig legyen ott a fülünkben, maradj talpon, mert szeretlek, mert elkaplak, mert megfoglak, felsegítelek, mert megbocsátottam neked Jézus Krisztus által.